Az esélytelenek nyugalmával utazott Zalaegerszegre a tartalékos nyíregyházi csapat, amely még nem szerzett pontot a bajnokságban. A hazaiak 4 világbajnokukat pihentették, igaz, így is 3 világbajnok erősítette a bajnoki címre törő együttest. A vendégeknek nem lehetett más céljuk, mint apró részsikerek elérése, és mivel sikerült elkerülni a 8-0-ás vereséget, a nyíregyháziak elégedetten távozhattak Zalaegerszegről. Magyarorsi Péter 3 fával csupán, de legyőzte azt a Rudolf Balázst, aki válogatott kerettag a bőkeretbe, úgyhogy már ez maga a meglepetés volt számunkra, illetve kellemes játékot produkált a Péter. Míg mellette a másik sorban a Hakker Dezső és a többszörös világbajnok Nemes Attilával egy nagyon jót meccselt. Egy szedbe azonban hatalmasat dobott az Attila, és azzal elhúzott, úgyhogy mindenképp egy jó párharcol volt. Még nekem is a többszörös világbajnokban a Claudióval 3 olyan szettem is volt, ami ide-oda billenhetett volna, ebből csak egyet sikerült elszereznem, egy kis szettet, de azt mondom, hogy semmiképpen nem csalódva távoztunk, és hogyha hozzátesszük még azt, hogy a fiatalok közül a Hetei Alex, illetve az erős Adrián Bíró Zsolt is egész jó szettarányokat, szetteket tudott produkálni önmagához képest, akkor mindenképpen úgy gondoljuk, hogy az a csapatfa, amit 3242-ként elértünk, mindenképpen megsüvegelendő volt ettől a tartalékos nyíregyházától. A következő fordulóban szeretné első győzelmét megszerezni az NTK. Erre meg is van az esély, mivel az utolsó előtti Balogunyom érkezik a Városi Stadion Tekecsarnokába. Most már tényleg kimondhatjuk, hogy csupán matematikai esélyünk van a bemaradásra, azonban ez a mérkőzés is arról szól, hogy most már tényleg jó lenne hazai pályán egy diadal. Bízunk benne, hogy összejön. Nyilván most már minket teljes mértékben nyom a kötelező győzelemnek a súlya. Meglátjuk, milyen mérkőzés lesz, azt még nem tudjuk, hogy milyen összeállításba lépünk majd pályára, ki az, aki ráér. Itt az utolsó esélyünk mérkőzésére a csapatból, hát bízunk benne, hogy a legjobb összeállításban meg tudjuk végreverni az előttünk álló Balogunyom csapatát. A Szuperliga tabelláját a Szeged vezeti 33 ponttal megelőzve, az egyaránt 30 pontos Lépcelakot és Zalaegerszeget. A 11. Balogunyomnak 4 pontja van, a sort pedig a pont nélküli Nyíregyháza zárja.